5-ház kategória díjat nyert az épületcsoport az év homlokzata pályázaton. Szigetelés. Jelentős energiamegtakarítást ért el az oktatási intézmény. Palatető. Divat volt régen, divat lett újra a szálcement palattetőfedő anyag. Tuják. A klímaváltozás hatásai komolyan érintik a tűlevelőeket. Köszöntöm építkezési magazinunk nézőit! Régi tervünket valósítjuk meg az Építekben az idei esztendőben. Műsorunkban minden hónapban igyekszünk majd bemutatni egy-egy olyan épületet, amely valami miatt számunkra érdekessé vált. Akár egy izgalmas építési technológia felhasználása miatt, akár a tervező személye, esetleg az épület funkciója miatt. Sorozatunk első része egy olyan lakóépületcsoport, melynek a tervezők az 5-ház fantázia nevet adták. Hogy miért lett ez az épület neve? Most megmutatjuk. Öt családi házat tettünk föl erre a telekre, és az alapötlet az volt, hogy egy nagyon egyszerű alapformát, egy ilyen hosszúkás épülettömböt, azt sorolunk egymás mellé, és olyan belső kis udvarok alakuljanak ki, tehát minden épületnek olyan intim kertje legyen, mint hogyha ez egy nagyon nagy telken lévő épületegyüttes lenne. Egy olyan épületkomplexumot akartunk létrehozni, látjuk, hogy mi épül, mit kínálnak más beruházók, mi sokkal magasabbra akartuk tenni a lécet, mind a minőségben, mind az építészetben, és aztán az egész beruházásnak a megvalósításában. Egy nagyon szép zöld környezetben is vagyunk, tehát nagyon régi, öreg fák vannak itt a környezetünkben. Ezt is meg akartuk mutatni, tehát minden ház úgy van felsorolva a domboldalon, hogy az emeletről átlátok erre a szemközti zöld domboldalra, ami egyébként nagyon úgy néz ki, hogy soha nem lesz beépítve, tehát ez a zöld panoráma az mindig megmarad a házakból, és 90 fokkal odébb pedig megmarad a városi panoráma. Az 5-háznak a megjelenése az egy kortárs, modern, fiatalos épület, együttes. Alapvetően fiatal családok voltak egyébként a célközönség. Az egész épület csoportnak a nagy része az végül is egy vakolt felület. Ez egy szilikongyanta kötésű anyag, ami nagyon szépen tisztul, nehezen koszolódik a felület, mert nem engedi magába a nedvességet, azt taszítja, illetve a párát azt pedig kiengedi a szerkezetekből, tehát egy nagyon jó páraháztartás alakul az épület szerkezetekben. Az épületformát megfelelő minőségű vakolattal nagyon szépen elő lehet adni. A nyílászároknak az arányrendszere az nagyon szépen öltözteti a házat, és hogyha ehhez képest még valami burkolat felkerül az épületre, akkor az nagyon sokat dob rajta, úgyhogy ezt a fahatású hideg burkolatot tettük fel végül is a házakra. Minél kevesebb szín és minél kevesebb anyag jelenik meg, akár egy homlokzaton, akár belül az épületben, annál elegánsabb, mert utána még ami élet utána körülveszi, akár a gyerekek a kertben, vagy az állatok, a bútorok, stb., az öltözteti ezt a környezetet. És minél kevesebb alapszín van, annál harmonikusabb lesz az én felfogásom szerint a végeredmény. Tehát minél kevesebb színt jelenítünk meg, annál elegánsabb, és annál megnyugtatóbb igazából ez a környezet. Amikor hazaér az ember, akkor egy megnyugvási pontra érjen haza. És ez igaz, amikor hazaérkezem a házhoz, látom kívülről, büszke vagyok rá, amikor látom, hogy ez mennyire gyönyörű, és az az enyém. És amikor bemegyek, akkor ugyanezt érezzem, hogy itt már lecsitulnak a dolgok, rengeteg információ ér minket egész nap, és hogy itt meg tudjak nyugodni. És ehhez azt gondolom, hogy a fehér az egy nagyon tiszta szín, egy nagyon egyszerű szín, és nagyon szépen hozza az épületformákat. És az épületformák ugye pont ezekkel a fényjátékokkal azzal kezd igazán élővé válni.
látva és tapasztalva a végeredményt. Azon túl, hogy nagyon büszke vagyok nyilván a munkámra, és nagyon jó azokat a visszajelzéseket kapni az itt lakóktól, hogy tényleg szeretik, szeretnek hazajárni, jól működnek a házak, és büszkék rá, hogy ők ebbe belevágtak. Mindig örömmel adunk hírt olyan beruházásokról, amelyek a környezetvédelemhez és az energiatudatosság kérdésköréhez kapcsolódnak. A Veszprémi Pannon Egyetem alsó kampuszán az elmúlt időszakban lezajlott fejlesztések közül több is konkrétan érintette az épület együttes energiafelhasználását. A hőszivattyús fűtésre való áttérés és a napelemek felszerelése mellett az épületek hőszigetelése volt az, amivel a szakértők szerint a legnagyobb megtakarítást érte el az oktatási intézmény. A legek éve volt a 23-as év a Pannon Egyetem történetében, a beruházás is a legek beruházása. Most a teljesség igénye nélkül több mint 15 milliárd forint volt a teljes beruházási összeg, amiből a kampusznak a modernizációja, a felújítása megtörtént. Minden egyes épületet hőszigeteléssel láttunk el, minden egyes épületnek megtörtént vagy megtörténik jelenleg a homokzati felújítása. Egy teljesen új energetikai rendszerre, fűtési rendszerre álltunk át, új sportpályákat, létesítményeket hoztunk létre, megépült egy új mélygarázs, ami egyszerre hivatott támogatni az egyetemi alkalmazottak és a környékben lakók, dolgozóknak a parkolási igényét. . 2022. szeptemberében kezdtük a kivitelezési munkákat. Ezek a munkálatok nagyjából ez év májusában fognak befejeződni. Középületek és a magas épületek nagyon fontos, hogy olyan hőszigetelő rendszert alkalmazzunk, ami a tűzterjedést lassítja, gátolja. Ezért esett az egyetem I épületének az esetében az ásványgyapotos hőszigetelő rendszerre a kivitelezők és a megrendelő választása, mert az ásványgyapott táblák nem égnek, ezért nagyon jó alkalmazhatóak ilyen esetekben. Az ásványgyapott táblák nehezek, tehát fontos, hogy prémium minőségű hőszigetelő lagasztókkal kerüljenek fellögzítésre a felületekre. Ebből a hőszigetelő lagasztóból elkészíthető egyébként a tapasztréteg is a beágyazott üveghálóval, ami védi a felragasztott ásványgyapott táblákat. Mivel a táblák nehezek és jó kell őket rögzíteni, fontos, hogy mechanikai rögzítéssel is ellássuk a rendszert. És mivel magas épületről beszélünk, és Veszprém egy szeles város, ezért fontos, hogy a szélterheknek is ellenálljon az elkészült hőszigetelő rendszer. Így bizonyos helyeken, különösen a sarkoknál ezek a dübelek belettek sűrítve, hogy minél jobban bírják a szélterhet a sarkokon a hőszigetelő táblák. Mivel az ásványgyapott tábla egyébként egy pára átteresztő tábla, ezért a végső fedő rétegnek egy pára átteresztő színező vakolatot javasolt alkalmazni. Ez esetben ez egy szilikonos színező vakolat lett, amely időtálló algásodásnak ellenáll, és hosszú távon megfelelő módon tudja védeni az elkészült hőszigetelő rendszert. Amit fontos még ezzel a színező vakolattal kapcsolatban megemlíteni, hogy a Magyarországon elterjedt K-más feles struktúrájú vakolatoktól eltérően ez egy kettes szemcsanadsággal készült el, mert a nagyobb szemcsanadság az jobban ellenáll az időjárás és a környezeti hatásoknak. A teljes projekt lezárását követően az egyetemi negyed teljesen megújult. A beruházás következtében egy optikailag egységes egyetemi negyedet fogunk kapni. Az eddig tagolt épületek, a különböző tömbök eddig eltérő hatást keltettek a különböző anyaghasználatok és eltérő homlokzati megjelenések véget. Most a közel azonos struktúrájú anyagok és színhasználatoknak köszönhetően egy teljesen harmonikus egyetemi negyed fog kialakulni. Ennek a kampusznak az energia szükséglet az ötödére esett vissza. Ez egy jelentős, nagyon jelentős érték. Ha forintálisan nézem, mert általában az emberek azért kíváncsiak arra, hogy ez mit jelent forintba,
akkor a teljes intézmény tekintetében a rezsiköltségünk 40%-kal csökkent már most, úgy, hogy közben az energiárak nem csökkentek, és ráadásul ugye megjelent egy új nagy fogyasztó a rendszerben, ami maga a mélygarázs, de még így is 40%-os volt a megtakarítás. És egy ekkora intézménynél itt ez 100 milliókat jelent évente megtakarításba, tehát én azt gondolom, hogy a beruházás az rettentő hamar meg fog térülni, és hát nyilván már most is látjuk a büdzsénkbe, hogy ez egy nagyon jó irányú elmozdulás. Az 50-es évek óta rengeteg hazai épület kapott palafedést. Az úgynevezett kádárkocka házak nagy része ezzel a fedőanyaggal készült el. Aztán a rendszerváltás környékén a tulajdonosok elkezdték ezek lecserélését, nagyrészt kerámia vagy betontető fedőanyagokra. Mára azonban újra divat lett a modern szálcement pala, amelyet az építészek és a kivitelezők újra előszeretettel kezdenek használni. A modern és környezetbarát alapanyagú pala nem csupán a tetőn, de a modern építészet egyik kedvelt elemeként a homlokzaton is egyre gyakrabban megjelenik. Népszerűségének kulcsa szépsége és egy sor okra visszavezethető gazdaságossága. A gazdaságos pala tetőfedés egyik fontos oka, hogy az anyag súlya töredéke más pikkely, azaz beton vagy kerámia tetőfedő anyaghoz képest. A könnyű fedő anyaghoz épített gazdaságos alszerkezeten a hozzáértő kivitelező gyorsan dolgozik, ez mind a munkaidőt, mind a költségeket tekintve kedvező lehet a megrendelő számára. A mi szempontunkból annyiban más ez a fedőanyag, hogy egy lényegesen könnyebb, ha négyzetméterre levetítjük. A faragása a gépek helyett kéziszerszámokkal történik, tehát a megmunkálhatóság az könnyebb. A nem éghető szálcement pala rugalmas felhasználhatósága, változatos színei és fedési módjai miatt az épület karakteréhez és a megrendelő pénztárcájához igazodó tetőt építhetünk. Ha az angol, francia, svájci, német vagy magyar fedések bármelyikét választjuk, szakszerű beépítéssel kifejezetten viharbiztos tetőnk lesz. A fedési módokon túl a színekkel és a méretekkel is variálhatunk. Az anyagok mintegy 40 méretben és 35 féle színben érhetők el, sima és struktúrált felülettel, élképzéssel. Picit talán több szakmai hozzáértést igényelt, nagyon esztétikus a végeredmény, úgyhogy már csak azért is szereti egy kivitelező rakni, hiszen azért az ő munkáját, amikor hátra dől és visszanéz rá, jó érzéssel kell, hogy eltöltse, ez a pala esetében szinte mindig így van. Ilyen a 21. századi palatető. A természetes és újrahasznosítható szálcement alapanyagú pala karbantartásmentessége hosszú távon teszi gazdaságossá ezt az építő anyagot. A legtöbbször olyan épületekre szoktuk tenni, ami műemlék, de egyre többször új építésű épületek fedési formája is. Könnyen lehet vele íves felületeket kialakítani. Az egyik nagy előnye az, hogy ezek a kapható palák, amiket mi rakunk, ez többfelé osztható, tehát akár gyártatunk belőle kisebbet is. Lássuk, miből választhatunk. Az átlós vonalvezetésű francia fedés nem csak klasszikusan elegáns, hanem viharbiztos is. Az egyszeres fedés, azaz a svájci fedés különösen gazdaságos megoldás. Ha azonban a kettős, úgynevezett angol fedés mellett döntünk, közel 35 féle méretből választhatunk, és a tető vagy homlokzat a legextrémebb időjárási körülményekkel szemben is ellenálló lesz. A rombusz vagy más néven magyar fedés gyorsan kivitelezhető, és nagy felületen is jól mutat, akár felújítások esetén is. A német fedés pedig a hagyományos palatető látványával kiváló ár-érték arányt képvisel. Angol kettős fedéssel készül ez a fedés. Ebből az angol kettős fedésből is szoktunk csinálni lényegesen nagyobb méretűből a nagyobb épületekre. Ez egy kisebb méretű
inkább erre a tető méretre szabott így ezen mutatós forma. Ennek a mérete most lehetővé teszi, hogy a vonalmenti szellőzésnek ugyanebből a falaméretből rakjuk végig. A gyártók 30 év minőségi és 10 év színgaranciával kínálják termékeiket. Az ERESZ csatorna, valamint a tetőfedő anyagok rögzítéséhez szükséges eszközök a rendszer elengedhetetlen elemei. Ami nekem még nagyon szimpatikus benne az az, hogy egy köteggel felsétálsz a hónod alatt, és egy jó ideig, egy jó pár négyzetmétert le tudsz rakni. A mozgatás egy lényegesen könnyebb dolog neki az építkezésen belül. Ennek a fedési formának megvan az az előnye, hogy a széleknél, meg az aljánál, tetejénél minden palát rögzíteni kell, és utána ezt lehet ritkítani a tető közepe felé, de ehhez viszont egy konkrét utasításnak kell lennie, tehát egy tervnek kell készülnie, hogy minden harmadik vagy minden negyedik palát szükséges teljes mértékben rögzíteni, de a viharkapos mindenütt rögzíti. Kertészeti rovatunkban izgalmas témát boncolgatunk. Egyre nagyobb bizonyosságot nyer az a tény, hogy a tűlevelőek és a fenyőfélék napjai meg vannak számlálva, nem csak hazánkban, de egész Európában is. A globális felmelegedés és a klímaváltozás hatásait már nem tudják tolerálni ezek a növények. Mi sem jelzi ezt jobban, mint a kertekben található tuják folyamatos pusztulása. De valóban ekkora a baj? Vagy tehetünk még valamit az évek alatt több méteresre megnőtt fáinkért? Nézzük, mit mond a szakértő. Sajnos ma már biztossá vált a klímakutatók előrejelzése, miszerint a hazai klimatikus viszonyok között nincs jövője a tűlevelőeknek, így a tuják és a fenyők lassú, de biztos halálra vannak ítélve. A mai forgatási helyszínünkön a tulajdonos két helyre is ültetett tujákat, viszont sajnos tavaly nyáron elkezdtek megjelenni rajtuk az első barna foltok. Segítségül hívtuk Nyitrai Marcit, hogy kikérjük a véleményét, megmenthetőek-e még ezek a tuják. Szia Marci, köszönjük, hogy itt vagy velünk. Szia. Mit gondolsz, meg tudjuk ezeket a tujákat még menteni? Ezeket már sajnos nem. Igazából az éghajlatot nem bírják, nagyon elterjedtek a betegségek, úgyhogy ezeket sajnos muszáj kivágni, ezeknek nincs jövője. És akkor egész Magyarországon abszolút a tujának nincsen jövője? Hát igen, a láposabb vidékeken ott még van egy minimális, de sajnos ott se hosszú távú. És mit ajánlasz, mit ültessenek a tulajdonosok helyette? Hát amik hasonló rögzöldek, abból tudom ajánlani a babérmegynek bármelyik fajtáját, a lejlandi ciprust, esetleg még koralberkenyét, vagy a tiszafát, de az nagyon lassan nő. A kert hátsó részében vannak olyan tujasorok, amik szerintem még menthetőek, úgyhogy nézzük meg azt. Rendben. Is. Marci, ezen a fán is megjelentek már barna foltok, de mit gondolsz, ezen tudsz még segíteni? Igen, szerintem ez még a menthető kategóriába tartozik. Ezeket a rozsdás foltokat érdemes kivagdosni belőle. Kivagdosás után gombaölővel, meg atköllővel lepermetezni, és akkor meg lehet hosszabbítani az élettartamot, szóval azért ezt is csak kitolni lehet. És ez években mennyi időt jelent? Hát erre sajnos nagyon nehéz választ adni. Hogyha rendszeresen van permetezve, trágyázva, akkor azért egy jó pár évig el lehet nyújtani. Nyilván ez is az éghajlattól függően. Van ennek valami speciális technikája? Igazából egy picit széthúzod a tuját, aha, és akkor utána látod, hogy melyik ágról indul ez a rozsdás vég, és ott pedig érdemes elvágni. A tövénél egészen? Igen, igen. Kipróbálhatom? Természetesen. Nem kell ez valami kesztyű, vagy valami nem, műsor? Nem, semmi. Na,
Megtörtént a tuják metszése és permetezése, úgyhogy reméljük, hogy még sokáig egészségesek maradnak. Viszont Marci, hogyha már itt vagyunk, nem lenne érdemes ezeket az almafákat is megmetszeni egy kicsit? De mindenképp érdemes lenne rajta egy picit ritkítani, hogy sokkal kevesebb termés legyen rajta, mert így nagyon sok pici lesz rajta, és inkább a minőségre menjünk, mint a mennyiségre. Aha. Hogyan érdemes ennek neki kezdeni? Mindenképp a befele menő ágakat, hogy minden kapjon fényt, azokat érdemes belőle kivágni, plusz a vízhajtásokat, mert azok nem fognak teremni. És mit jelent az, hogy vízhajtás? A meccés után keletkező meddőhajtás. Na, akkor kezdjünk is bele szerintem. Jó, rendben. Melyik részével? Hát igazából valahol itt bent elkezdjük. Ezekkel. Kipróbálhatom én is? Természetesen, adok egy metszőollót. Jó, kettő is van, de jó. Na, várjál, nem akarok butaságokat lemetszeni, szóval ezt hogy működik, megmutatod? Természetesen. Szóval nagyon elrontani nem tudod. Dehogy nem. De mit vághatok le? De mutass egyet. Itt a belsőket, azokat egészen nyugodtan kivághatod. Ezt? Ennek igen. Egészen tőtől? Igen. Azokat kivághatod. Igen. Úgy a mellette lévőt is. Uh-huh. Jó. És ezeknél van úgy, hogy ezt azért érdemes levágni, mert ez ugye, ha lesz rajta termés, akkor elkezdi lefele húzni, és akkor már útba lesz ennek. Igen. Úgyhogy ezt megint érdemes kivágni. Rendben. És feljebb, gondolom ezeket meghagyjuk, amik nagyon fáradtak. Igen, igen, inkább csak a befele menők, és amik keresztbe vannak egymásnak, szóval amik útba vannak. Igazából érdemes drasztikusan megmetszeni őket. Marci, rendbe tettük a tujákat, megmetszettük a gyümölcsfákat. Mit kell még ebben a kertben csinálnunk? Hát következő alkalommal a füvet érdemes lenne mindenképp felfrissíteni. Még a gyümölcsfákhoz annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy érdemes egy lemosó permettel március környékén, szóval az ősszel, tavasszal bármilyen rézalapú lemosó permettel azt még lefújni. És következő alkalommal pedig érdemes egy gyepszellőztetést, egy felülvetést, egy műtrágyázást, az öntözőrendszernek a beindítását, és még itt a sziklakertben is lenne némi teendő. Kedves nézőink, Egyifért építkezési magazinunk legfrissebb számába. További információkat, érdekességeket és filmeket az Építek Facebook oldalán, valamint YouTube csatornánkon találhatnak. Elérhetőek vagyunk már a TikTokon is, ahol teljesen egyedi tartalmakat találhatnak, nem csak az építőipar területéről. Várjuk Önöket a jövő hónapban is ide a TV képernyők elé, az interneten pedig minden nap. Viszontlátásra!